Szóval nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy eljöttetek. Hiszem azt, hogy az Úrnak a beszéde mai napon is mindannyiunkhoz nagyon aktuális lesz. Egy nagyon aktuális üzenetet szeretnék elmondani, olyan tekintetben is aktuális, hogy lehet, hogy némelyeteket személyesen is fog érinteni, de ez nem azért mondom úgy, hogy bárkit is megbántsak, hanem azért mondom, mert hiszem, hogy az Istennek a beszéde olyan, mint a kenyér, amelyel táplálkozunk. És hogyha úgy érzed, hogy nagyon talált, akkor azt jelenti, hogy jó helyen vagy. Mert azért jöttünk, hogy az Úr szóljon hozzánk, nem? Hányan jöttetek azért, hogy az Isten igéje szóljon hozzánk? Hiszünk abban, hogy a prédikált íge által Isten olyan üzeneteket mond nekünk, amire pont a legnagyobb szükségünk van. Ugyanakkor egy megrázó összevetel is lesz ez az üzenetben. Pár olyan dolgot fogok mondani, amivel lehet, hogy nagyon megijesztelek benneteket. Nekem az a kiváltság adatot, hogy én vigasztallak is benneteket, és ijesztegetlek is benneteket. Ezt felváltva szoktam csinálni, hogy valahogy az Úr segítségével az elragadtatáskor mind egyik oldal, együtt egy oldalon legyünk. Úgyhogy bocsássátok meg nekem, hogyha egy kicsit néha a fogalmazásban erős leszek, de igyekszek nagyon visszafogni magam és jól viselkedni, csak azért mégis előfordulhat, előre mondom. Ugyanakkor az üzenetnek van egy olyan éle, lesz egy olyan éle, ami lehet, hogy újszerűen hat. Ugyanis ma arról szeretnék beszélni, hogy az Isten népe, amellett, hogy az Úrnak a jó nyájai vagyunk, hogy ugyanakkor sók vagyunk, más helyen mondja az ige, hogy világosság vagyunk, más helyen mondja az ige, hogy mi szőlővesző vagyunk. Mind ezek mellett ma én arról szeretnélek meggyőzni, hogy Isten népe ugyanakkor egy harcos nép. És az az igazság, hogy a közgondolkodással ez az igazság szemben áll. Legtöbb ember elfogadja, hogy legyél bárány, mert akkor téged lehet vezetni. Egy csorbára kihívnak, és már arra szavazol, akire mondják. Ezt szereti a politika. Minél inkább lenyomni az embereket. Tehát azt még elfogadják, hogy Isten népe bárány. Az jó is. De az, hogy már harcos az Isten népe, ezt nem annyira szeretik elfogadni, sőt, vannak, akik kimondottan erre idegesek. Azt szeretnék, hogy te csak Jézus Krisztusnak a bárányi természetét örököl, de szeretném elmondani, hogy ez nem így van. Jézus a megöletett bárány, a bárányok mintapéldánya, de Jézus Krisztus az oroszlán is. Jézus Krisztus a harcos, és ő a mi hadvezérünk. És igenis, harcos korszakban élünk. Nem mi, nem emberekkel kell nekünk harcolni. Nem azért van harc, mert mi akarunk harcolni, hanem egy olyan világban születtünk bele, pottyantunk bele, mert mi nem akartuk ezt, nem mi választottuk, senki nem kérdezett meg minket erről, ahol a jó és a rossz harcban van egymással. Nagy ellenállás, összecsapás van. Jézus ezt így fogalmazza meg, hogy a világosság eljött erre a földre, de a sötétség nem fogadta be. Nézd meg, ma a globalizációval lehet igazából a legjobban ezt felismerni, hogy ma az embereket nem akarják, hogy véleményük legyen. Fogd vissza magad, ne legyen neked véleményed semmiről. Vagy most valaki meleg, hát az az ő dolga. Hogy valaki hideg, az az ő dolga. Hogy valaki ilyen, az az ő dolga. Csak ez azért nem igaz, mert hogyha az anyja és az apja is meleg lett volna, akkor ő nem szuszogna itt a földön. Azért nem egészen így működik. Azért nem mindegy, hogy kitanítja a gyermekenket, nem mindegy, hogy mi vár ránk, és a közömbösség az egyik legnagyobb ellenség a világnak. Nem tudott volna akkorát pusztítani sem a náci Németország, sem a kommunizmus az országunkban, ha ne lettek volna tömegek, passzívak, közömbösek, nem érint engem, bogozza. Csak az az igazság, hogy nem ez a Biblia. A Biblia azt mondja, úgy állítja be Isten igéje, hogy van világosság és van sötétség. És azt mondja a Biblia mi rólunk, hogy mi pedig a világosság fiai vagyunk. Na most kérlek szépen, mi olyanok vagyunk ezen a földön, mint amikor meggyújtod a villanyt egy olyan teremben, hogy teli van svábbogárral.
És abban a pillanatban futnak, mint a sötétség emberei, és a sötétség erői futnak, mint a svábbogarak. És a sötétség, nagyon idegesek a bizonyos emberek arra, ha van véleményed, hát miért ne lehetne nekünk véleményünk? És szeretném elmondani, nem csak véleményed kell legyen, hanem döntened kell, hogy ki oldalán állsz. Az igazság oldalán állsz, vagy a hamisság oldalán. A világosság oldalán, vagy a sötétség oldalán. Ez nem közömbös. Hát, ne csináljunk ebből konfliktust. Szeressük egymást, gyerekek. Persze, hogy szeressük egymást. De Jézus hogy szerette a világot? Hogy eljött, mint világosság a földre. Nem úgy, hogy eljött, és azt mondta, csináljátok, ahogy akarjátok, én nem akarok beleszólni. Tudom, hogy már 5 férjed volt, a mostani se az, de hát, hogyha így folytatod, nem baj, ha lesz 20 is, sok sikert kívánok, nagyon, én nem szólok bele. Nem ezt mondta, hanem azt mondja, térjetek meg, mert eljött az Istennek az országa. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a Biblia, szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Tehát az ember, Isten az evangéliumon keresztül kényszer választás elé helyzet téged is, engem is. Vagy az igazságot, vagy a hamisságot követjük. Vagy a világosságot képviseljük, vagy a sötétséget. A tolerancia az, hogy valaki nem tartozik rám, hogy valaki a világban hogy él. De az igen, hogy én ne éljek közömbösen, hanem mi legyünk, mint világító fákja. Az a lámpa, az az mécses, ami közömbös, nem akar világítani, ne sértsen meg senkit, az milyen mécses? Azt jelenti, ki van aludva. Ha világít a mécses, akkor, és ha nagyon erős a fény, nagyon sok minden kiderül. Az igazság az, hogyha nagyon világos van, akkor látszik, hogy van por. Látszik, hogy talán nem volt minden a legjobban eltakarítva, minden lehet látni. Minden nagyobb a világosság, annál inkább látszik a hiba is. El vagyunk hívva arra, hogy mi az Istennek a harcosai legyünk. Mert Jézus földi pályafutása alatt nem csak a Isten szeretetét mutatta be, hanem minden nap harcolt a bűn ellen, a betegség ellen, a szegénység ellen, a fájdalom, a szenvedések, a nyomor ellen. És az megtérésünk után ugyanakkor nekünk van egy kötelességünk is, barátaim, testvéreim. Harcoljunk Jézus Krisztus oldalán. Ő elment a mennybe, ezt a harcot ránk bízta. A bűn elleni, a sötétség elleni harcot, a rossz elleni harcot. És szeretnélek ma meggyőzni téged arról, hogy ne lazítsál. Ne gondold azt, hogy csak olyan, az, hogy megtértél, vagy hiszel a drága jó Istenben, nagyon örülök, hogy hiszel, de ez hidd el még nem elég. Ma szeretnélek választás elé tenni. Vagy a jó, vagy a rossz, vagy a világosság, vagy a sötétség. Nincs harmadik lehetőség. És úgy gondolom, hogy ma a kereszténységet szeretnék beszorítani a világ egy olyan helyzetben, hogy nem mondj te véleményt. Hát most miért probléma? Nézzétek meg! Európában a muzulmánok nem tudnák ezt csinálni, ha ne lenne egy nagy bamba közösség. Bocsánat a kifejezésért. És valahogy úgy veszik, hogy hát amíg nem nyúlnak, nem veszik el a kenyerünket, nincs baj. De az már nagyon késő, amikor már elrabolják az asszonyaikat, és elrabolják a gyermekeiket az embereknek. Nem akkor kell harcolni, hanem akkor, amikor felismerjük, hogy ember, van igazság, és van gonoszság. És ha valaki vendég, tartsa be a játékszabályokat. Ilyen egyszerű. Nem azt akarom mondani, hogy nem kell a vándorlókat befogadni. A menekültek, az egy dolog. A menekült általában az nem követelőzni szokott, hanem az segítséget szokott kérni. De nem akarok én nagyon a politikába belekeveredni, amúgy is nagyon nehéz lenne kikeveredni belőle, de nagy szükség, hogy imádkozunk ezzel az országért, meg imádkozunk ezért a városért. Én nem tudom, hogy szoktatok-e, de kell imádkozni. Ez az ország nagyon-nagyon rá van utalva, más ország is szerintem, de még nagyon. Ez Isten tartsa meg, mert ha nem összeomlik, mint egy kártyavár. Azt mondja az íge Timóteus levélben, ezzel indítsuk a mai témánkat, legyen ez a mai indító igénk. És
Újra kérlek, hogy keress valakit melletted, a Timóteus első levél 6. rész 12. versét fogom felolvasni, keress valakit melletted, és mondjad neki ezt az ígét. Ha megtaláltátok, akkor majd ki is lehet, ki van vetítve, és ez így hangzik. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életed, amerre hivattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Bízom benne, hogy észrevettétek a folyamatot. Úgy kezdődik, hogy harcold meg a hit harcát, és mi a folytatása? Nyerd el az örök életet. Nagyon sokan szeretnének győzni, csak ne kelljen harcolni. De ha hősök vannak a történelemben, nézd meg, kik a hősök. Nem úgy kezdődött, hogy elintézték, hogy kapjanak kitüntetést, hanem odaálltak a harcra. Régebb úgy volt, hogy a hadvezérek elől mentek, most már inkább hátul mennek. Nem én írtam ezt az ígét, nem én mondtam, ezt Isten ígéje mondja mindannyiunknak, hogy harcold meg a hitnek szép és nemes harcát egy másért, így fogalmaz. Van harc. Ahhoz, hogy megmaradj tisztán a mai világban, ez egy nagy harc. Ahhoz, hogy normális megmaradj, csak normális, és ne durvulj bele a világba, ne legyél brutális ember, mint más, már ez is harc. Mert egy olyan árral megyünk szembe, ami be akar vinni bennünket a rossz irányba, és árral szembe kell nekünk élni, és ez egy nagy harc. De az Úr megsegít. Szeretném elmondani, nem vagy egyedül. Előttünk, tudod, ki ment? Jézus. És nekünk csak az ő nyomdokaiba kell járnunk. Sok keresztény úgy gondolja, hogy a harc az egy temperamentum kérdése. Van, aki ilyen harciasabb, ha ilyen jó virtusos, hát akkor az jó keresztény, mert az ilyen bicskás volt a világban. Most már ugye megtért, folytatja. Szeretnélek kiábrándítani, ez nem az. Ez nem temperamentum kérdése, hanem ez hit kérdése. Ez engedelmesség kérdése. Az ige azt mondja, hogy harcolj. Mondjad hangosan velem együtt, harcolj. Szomszédodnak is mondd meg, harcolj. Mert amit egyszer itt az Isten meg akart neked adni, az nagyon sok mindent kegyelmi ajándékból kaptunk, amit nem lehet megharcolni. Például a kegyelmet nem lehet megharcolni. Például a bűnbocsánatot nem lehet megharcolni. Például az örök életet nem lehet megharcolni. De vannak dolgok, amit csak harc árán tudsz megszerezni. És például, tudod, ez például a jó egészség. Ezért harcolni kell. A jó házasság. Ezért is harcolni kell. Ezért nem megy ez olyan magától, hogy megvan a menyecske, na akkor, hát amíg élünk, hát szerintem egy napon nem bír ki az ember magától, hogy ezért már harcolni kell, és legtöbbször önmagunkkal. Eszembe jutott egy jó vicc, de azt most nem mondom el. Az anyagi bővölködésért is harcolni kell. Ez sem kegyelmi ajándékként szerepel a Bibliában. Ezért is harcolni kell. Mert azt mondja a Biblia, hogy a világnak az Istene az ördög. Nem adja könnyen a vagyonját ki. De az Úr segítségével elveszük tőle. Úgyhogy mondtad a szomszédodnak, hogy neki is harcolni kell? Harc. És érzem a levegőben, többen mondjátok már magatokban, hogy hát ember, hát olyan nehéz volt ez az év, már bele vagyok fáradva, még most is az a ijesztegető, hogy harcolni kell. És talán a fáradtság a legnagyobb ellenség az embernek a harcban. Mert azt mondja, ember, ez olyan fárasztó. És ez igaz. A harc nagyon fárasztó. Ezért mondja Jézus, hogy jöjjetek mindjárt én hozzám, akik megfáradtatok. De ne a harcból állj ki, mert elfáradtál, hanem gyere az Úrhoz, pihenj meg, vegyél új erőt, új muníciót, erősíts fel magad, pszichésen, szellemileg, lelkileg, sőt, fizikailag is, és újra oda kell állni a csatára. Mert ha te harcolsz, nagyon sok embernek ez áldás vagy.
Ha te elengeded magad, nagyon sok ember veszít. Pál apostol harca miatt ma itt vagyunk. Tudjátok miért? Mert volt egy ember, aki azt mondta, hogy igen, én megharcolom. Igazából mi európaiak rajta keresztül kaptuk meg az az evangéliumot. De vannak még. Ugye most volt a reformáció, jövőben lesz a reformációnak. Van egy nagyon jó ötletem, majd akarok neked mondani ezzel kapcsolatban valamit. De azért tudjátok, hogy azért voltak a történelemben olyan hithősök, akik azért nem a maguk érdekét nézték, hanem a készek voltak letenni az életüket, és azért értek el hatalmas eredményeket. Ma is szeretnélek téged arra buzdítani, hogy legyél hős. Legyél egy hős. Legyél az az ember, akit Isten tud használni, de ehhez harciasnak kell lenni. Harciasnak. Ne nézzetek rám olyan mogorván, mert rossz zavarba jövök. A harc kemény. De nem lehet másképp. És ezt nem én találtam ki. Nem attól függ, hogy te szeretnéd, hogy a sok keresztény pedig úgy gondolja, hogy az az igazi keresztény, aki még a légynek se áll. Pedig a légy, azért gondold el, milyen életotok léggyel élsz. A legyeket a Bibliában, ha jól megnézed, ha jól tudom, az Ószövetségben a harmadik csapásban, amikor mondja, hogy ártalmas bogarak, ott megnéztem egy más fordításban, azt mondja, hogy döglegyek. De nem nagy élmény döglegyekkel élni egy szobában. Hát éjszaka, amikor felébredsz, véletlenül bejön a nyitott ablakon egy ilyen jó döglegy, zum, zum, csapkodik, nem valami nagy élmény. Abból, hát akkor nem kell harcolni ellenük? Hát dehogy is nem kell harcolni. És nagy hibát követnek el azok a gyülekezetek és azok a keresztény irányzatok, akik a harcias kedvet ki akarják írtani az emberekből, nyugodj meg. Fogd be a szádat, hallgass, hagyd le a fejed, bambuljál, és kész keresztény vagy. Ez nem erről szól a dolog, emberek. Hanem arról, hogy a sötétséggel konfliktusa van az embernek. A bűn ellen harcolni kell, a rossz ellen harcolni kell. Ámen? Hadd mutassak, megpróbálok meggyőzni erről még egy pár igével kapcsolatban. Ugyanis a kivonulás... Egyiptomból való kivonulás három nagy szakaszba osztható. Van az első szakasz, amikor Isten szól Mózeshez, Mózes kenete által természeti csodák, hatalmas csoda sorozat van, mi a 10 csapát szoktuk emlegetni, de azért belegondoltok, ez körülbelül 30 volt. Mert volt a büntető csoda, utána meg imádkozott Mózes, hogy az a csoda szűnjön meg, azért az is nagy csoda, hogy a vér, először a víz vérre változik, aztán a vér vízé. Szerintem ez már minimum 2 csoda. De az is csoda, amikor kinyújtja a kezét, poklos lesz, aztán visszadugja a kezét, megint helyre jön, kidobja a pálcáját, kígyó lesz, akkor megeszik az ő kígyó, megeszi a másik kígyókat, az is csoda, aztán megfogják a kígyó farkát, aztán megint pálca lesz. Tehát nagyon sok csoda volt. És mindegyiknek egy célja volt, tudod mi? Hogy Isten hozza ki Izraelt Egyiptomból. Ez mindannyiunk életében, ez a első korszak, a megtérés korszaka. Ha Isten nem tenne csodát, soha nem tudtunk volna megtérni. Ha megtérés, az egy csoda. Az nem szabályok, hogy na ezt ettől kezdve, ezt csinálom, ezt csinálom, ezt csinálom, ezt nem csinálom, ezt csinálom, ezt csinálom, ezt nem csinálom, ez fehér, ez fehér, fekete, piros, fekete, hol a piros, itt a piros. Nem ez a keresztény élet, hanem a keresztény élet az, hogy az Isten természet fölötti módon megérinti a szívedet, és kezd vonzani, és érzed, hogy Egyiptom, ez nem az én hazám. És nagyon sokan úgy vagyunk itt, hogy igazából az Isten érintette meg a szívünket, és hozott ki Egyiptomból. Soha magunktól nem tudtunk volna kijönni. Ez az első szakasz. Mit tett Egyiptomba Izrael azért, hogy ki tudjon jönni a faraó uralmáról? Semmit. Nem kellett nekik imádkozni, nem kellett böjtöljenek, nem kellett harcoljanak, az úgy jött. És legtöbb ember azt gondolja, hogy ez a keresztény élet, hát a drága Jóisten, hogy akarja, a nagykönyvben megvan írva, az meg lesz, nem úszod meg. És ez egy nagyon nagy tévedés, mert az első felében valóban így van, hogy Istennek a kegyelme minden, minden. De jön a második szakasz,
A Veres tengertől a Jordánig. Ez 40 év. Ez már egy más szakasz. Emlékeztetlek benneteket ebben a szakaszban, alig jönnek ki Egyiptomból, megtámadja őket az Amálek. Emlékeztek? És akkor a következőt mondja Mózes Józsuénak. Józsué, válasz férfiakat, és menj le harcolni. Mi? Soha nem kellett harcoljunk. Eddig mindig az Úr harcot élettünk. Amikor átmentek a Veres tengeren, azt mondja nekik Mózes, az Úrra figyeljetek, mert az Úr harcol értetek. Nem is kell csináltok semmit. De most eljött egy olyan idő, amikor Isten népének be kell kapcsolódni a harcban. De csak részlegesen. Ugyanis a manna hullott, mikor már nagyon hiányzott a flekken, kezdtek kiabálni, hús, hús, hús. Akkor az Úr küldött fűrjeket, szerencsére nem valami varjakat küldött, hanem fűrjeket, ellátta őket Isten, tehát hult a manna, az ellátás még mindig természet feletti volt. De már megjelent az ő részük is a harc részlegesen. Így volt ez egészen a Jordánig. Igazából a Veres-tengertől a Jordánig, tudjátok, hogy mi volt az Isten célja? Megtanítsa és felkészítse az ő népét a harcra. Ezt onnan mondom, hogy amikor kijöttek az Egyiptomból a Veres-tengeren, akkor azt mondja a Biblia, hogy Isten nem vitte őket a rövid úton, ami amúgy csak pár hónap lett volna, mert ha harcot látnak, vissza fognak fordulni. Igazából a pusztai vándorlás lényege az volt, hogy Isten népe a mentalitásában változzon meg, és készüljön fel egy igazi, egészséges, hadrafogható népe, akik majd át tudják venni az örökséget. Kijöttek körülbelül 600 ezer férfi, így van? Hány embert sikerült meggyőzön az Isten 40 év alatt? 600 ezer a kettőz. Milyen százalék ez? Tragikus százalék. És el is jutottunk az első olyan tragikus mondatomhoz, ahová meg foglak ijeszteni. Legtöbb keresztény meggyőződésem szerint mai napig is a sivatagban él, a pusztai vándorlásban. És tudjátok, mi a fő oka? Azért, mert a mentálisan és szívében nem értette meg, hogy oda kell szánja az életét a harcra. Mindegyre azt szeretné, hogy a drága Jóisten mindent csináljon meg, az angyalok mindent, de addig nem tudja Isten átvinni a Jordánon, amíg nem változik meg a hozzáállásuk. Bármilyen konfliktus volt, bármilyen nyomorúság volt, az első, amit mondott Izrael pusztában, mi volt? Bár ne jöttünk volna ki Egyiptomba. Menjünk vissza Egyiptomba. Mózes, aztán te jó helyre hoztál minket. És amíg nem tudod, nem jössz rá, hogy a rossz oka az életedben az nem a sógorod, nem a rokonod, hanem az ördög, ami ellen harcolni kell. És ha ezt nem értjük meg, amíg ezt nem értjük meg, addig nem nincsen átvétel, nincs áldás, nincs birtokba vétel. Ezért nem szeretnélek elaltatni benneteket, hanem szeretném, hogy harcos emberek legyünk az Úr segítségével, akik nem a pusztába hullunk el és vesztünk el a rossz mentalitásunk miatt, hanem odaszálljuk magunkat, hát hogyha harc kell, akkor én itt vagyok, Uram, kész vagyok harcolni, akarok harcolni, hogy azok az ígéretek, azok az áldások, amiket Isten készített, az enyémek legyenek. Az egyik legnehezebb korszak Izrael életében a pusztai vándorlás, és egyik legfájdalmasabb. De jön a harmadik korszak, és én úgy gondolom, hogy most az egyház, ebben a korszakban élünk, de az egyéni életünknek is. Én arra kérlek, ne legyen 40 éves a pusztai vándorlásod. 40 évébe telt Istennek, hogy valahogy megváltozás hozzon, de hamarabb belepusztultak. Inkább meghaltak, mint megváltozzanak. Nagyon kényelmes tud lenni az ember. Uram, egy nagy sült galambot küldjél. Á,
Csak az a baj, nem repül a sülgalamb. Nem tudom, miért jött be ez a keresztény mentalitásba, de nagyon nagy torzulás van az én véleményem szerint. Hát olyanról is tudok, hogy például hogy több munkaadó azért panaszkodik, hogy alkalmaz egy keresztényt, nagy boldogan, na milyen jó, mert van egy keresztény alkalmazott. Az meg elmondja mi atyán kimáját, de dolgozni nem akar. Mert hát ő imád, repülj, madár, repülj. És jön a főnök, és repül. Csak nem a madár, hanem ő. Én szerintem ez is egy nagyon rossz mentalitás. Nem érti meg, hogy egy keresztény a legszorgalmasabb alkalmazott kell legyen a munkáján. A legjobb. A legjobb. Hát Józsefről mit mondott? Jákobról mit mondott Lábán? Hát az figyelj, de miattad áld meg az Isten. A legjobb kell legyél. Tehát passzív, a passzivitás az egyik legnagyobb ellensége a keresztényeknek. De most megijesztelek, most még egy nagy ijesztés, azt lassan attól elmegyünk. Senki nem ment át a Jordánon, aki nem változtatta meg a mentalitását. Egyetlen egy sem ment át olyan, aki nem volt kész harcolni. Két ember volt kész erre, és azt úgy hívták, hogy Józsué, és úgy hívták, hogy Káleb. És ha szeretnéd, hogy átvedd azokat az áldásokat, amiket Isten neked akar, akkor én meg szeretnélek felrázni téged magammal együtt, hogy gyere, harcoljuk meg a hit harcát. Ez hit harc. És ha elolvassuk a zsidókhoz itt levél 11. részét, ott látjuk, hogy némek hitáltal háborukat győztek, harcoltak. Tehát nem azt mondja, hogy sülgalambok repültek hitáltal, hanem harcot harcoltak. És remélem, és bizakodó vagyok, hogy benneteket felületek sokkal jobb reménységgel vagyok, de nagyon drámai ez a története Izraelnek. Hogy 20 év eltelik, 25 év eltelik, még mindig nem tudja meggyőzni őket az Isten. És akkor nem marad más hátra, mint az, hogy likidált. De ezt csak azért mondtam, drága testvéreim, nem tud Isten igazi kanoáni áldásokat adni, mint bővölködés, siker, győzelem, áldás, ami Jézus Krisztus által a miénk. Elérhető. Azoknak, akik nem hajlandó az árát kifizetni. Nem hajlandó harcolni, nem hajlandó dolgozni, nem hajlandó küzdeni érte. És bízom abban, hogy mi meg készek vagyunk. Hányan vagytok készek erre, vagy szeretnétek legalábbis kész lenni? Hát remélem, hogy meghoztam a kedveteket. Azt mondja az Úr Józsuénak. Józsué, minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amíg éppen szólottam Mózesnek. Ez az isteni üzenet a birtokba vétel korszakába. Mindaz a hely, amit a talpad érint. De hogy tudta érinteni valakinek a talpa a helyet? Csak oda ment. Az ágyból nem lehetett ezt megszerezni. Párnák között nem lehetett megszerezni. Tudod, hogy az új szövetségben is érvényben van ugyanez az igazság? Azt mondja a Biblia, hogy hatalmat adtam, hogy az ellenség minden erején tapossatok, és semmi nem árthat neked. Taposni kell. Lépni kell előre. Kezdeményezni kell. Dolgozni kell, küzdeni kell, harcolni kell. Mondjad el a szomszédodnak, biztassuk egymást, hogy mind ahova talpadot teszed, az a tiéd. Ahova letaposod az ördögnek az erejét, az a tiéd. Nem embereket kell letaposni, nem embereket között kell könyökölni, hanem a sötétség erői fölött. Azt mondja az ige egy másik helyen, hogy mert az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket. Tehát az ajándék megvan. Azt mondta az Úr Józsuénak, Józsué, a tiéd, amit a talpad letaposott, a tiéd. De az oda kell menni, harcolni kell. Nagy kihívás,
Nagy kérdés. És úgy gondolom, hogy nagyon sokan az első korszakban élnek keresztények, állandóan azon imádkoznak, hogy hozza őket ki valahogy az Isten az Egyiptomból. Miért nem tudta Isten igazából bevinni az emberek nagy részét Kanaánba? Mert folyamatosan vissza voltak fordulva Egyiptom fele. Voltak szálak, amik nem voltak elvágva Egyiptomtól. Ne engedd, hogy szálak kössenek Egyiptomhoz, hanem kösd magad inkább az Isten ígéreteihez. Mit is ígért nekem az Isten? Az, hogy megáldván megáldlak téged. Na várjál, hát akkor én ehhez kötöm magam. Miért kötném én a múltamhoz? Ne a múltathoz kösd magad, hogy mit rontottál el. Dicsőség az Úrnak, Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ne a múltunk kísérjen, hanem a jövőnk. Jézusnak vére százszázalékosan képes eltörölni a múltat és a múltnak minden következményét. Te ragad meg és kösd magad az Isten ígéreteihez. Hadd mutassad nektek három szemét, akik a harc területén vagy nagyon jók voltak, vagy nagyon rosszak. De mindegyikből tanulhatunk. És az első személy pedig az első ember, aki a földre született, úgy hívták, hogy Kain. Mit mond Isten Kainnak? És mondd az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? Miért csüggesztetted le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelfővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rejárt van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Igazából mit is mondott Isten Kainnak? Kain, harcolnod kell a bűn ellen. Drága testvéreim, nem csak Kainnak kell harcolni a bűn ellen, mindannyiunknak harcolni kell a bűn ellen. Nincs ember a földön, aki erre a földre született volna, és ne lenne harca a bűnnel. A nagy probléma az, hogy Kain nem harcolt. Tudjátok, hogy ma is azt látom, hogy az egyik legnehezebb meggyőzni az embert arról, hogy a bűn ellen harcolni kell. Mert rendkívül liberális korszak jött be, és úgy nevezik némelyek magukat, hogy én liberális keresztény vagyok, csak elmondom neked, hogy ilyen nincsen. Sajnálom. Mert azt úgy hívják, hogy széles út. Az meg a veszedelembe visz. A keskeny út az nem liberális. Ott nagyon nagy választásod nincsen. És te ne liberális keresztény legyél, mert ilyen nincsen. Az vagy liberális valaki, vagy nem keresztény. Kain liberális volt, csak megölte az atyafiát. Ehhez mit mond a Biblia? Harcoljál, Kain! Miért kell a bűn ellen harcolni? Ez az egyik legnehezebb kérdés, különösen akik ilyen vallásos egyvelek háttérből vannak. Hát mondják, ember, ez olyan jó dolog, miért kell? Miért? És az Isten megfosztott tőle, pedig ez milyen jó dolog. Van ilyen, aki így fogja fel, de tudod, mit mond a Biblia? Hogy a bűn, a halál fullánkja pedig a bűn. A bűnnel szemben azért kell az ember radikális és harcios legyen, mert az igazából az injekciós tűje a halálnak. Amikor a bűnnel jön az ördög, akkor jön az injekciós tűjével a dráku. Tudod, mit akar? Megölni. És benne van a ciánja. Na, persze van, amikor csak egy kisebb adagot kap valaki, elkókat tőle, mondjuk lebonul a füle, vagy az óra, van, akinek elmegy az esze tőle, van, aki csak sánta lesz, és van, aki meg belepusztul. És ezért van annyi handikapát a világon, pszichésen leginkább, mert a bűn fullánkával nem vették fel a harcot. Hát most mi lesz egy kicsit... Aztán az Isten meg így is irgalmas. Persze, hogy irgalmas az Isten. Csak értsd meg, van olyan méreg, amit az ember szervezete nem tud feldolgozni. És nem lehet játszani a méreggel. Ne játszadozz a bűnnel. A bűn, mondjuk közösen a bűn, a halál fullánkja. Nem lehet játszani. Tudjátok, hogy a méhek, a darazsak meg tudnak ölni egy embert? Most olvastam, nem olyan rég, a nyáron Aradon vagy valahol meghalt egy ember a darazsak miatt. Ekkora darázs megöl egy embert. Hát abból is volt, vagy 15 vagy 20, mindegyik ad egy kis mérget, és kész.
A bűnnel szemben nem az, hát a fulánk, milyen vastag egy darázsnak a fulánkja? 0, nincsen 1/10. Nagyon vékony, de bőven elég arra, hogy a mérgét belegyomja. Ezért nem kell azon hülyéskedni, hogy ez csak kicsi bűn, ez nagy bűn. Hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, az nagyon bűnös, én csak kicsit. Ez azt jelenti, hogy csak kicsi, vékony fulánkon jön az egyéken, a másikon a vastag. De az nem vigasztal engem, de téged sem. És akkor mit kell tenni nekünk? Harcolj a bűn ellen. Üzenj hadat a bűnnek. Na ide figyelj, ördög, velem nem fogsz hülyéskedni. Ezért, amikor érzed, hogy támad az ördög a testi, vagy más jellegű kis bűnökkel, bár mindenkit támad, nehogy azt gondolt, hogy valakit nem. Amíg itt vagy a földön, mindenkit támad. És általában talál olyan, tudja, hogy mi az, amivel legjobban tud téged kísérteni. De találjon ellenállást. Na ide figyelj, lecsaplak mind a legyet. Hát amit képzelsz, hogy én dög vagyok, hogy rám szállsz? Hát a dögre szállnak a legyek, nem rád. Te meg élő Jézus Krisztus vagy. Hát ha rád száll egy nagy döglégy, akkor nem nézegeted, jaj, légyecske, milyen szép lilás a szárnyad. Petézzél belém. Megengeded? Tudjátok, hogy vannak, akik úgy halnak meg? Olvastam, hogy akik így trópuson, meg ilyen helyeken vannak, és valami katasztrófa miatt kiszorultak a társadalomból, vagy mit tudom, valami nem tudnak közel mentőegységhez jutni, a döglegyek bepetéznek a testükbe. Befertőzik, és meghal az ember. Ilyen a bűn. Nem lehet játszani vele. Ne így legyincsé, ó, nem olyan nagy bűn ez. Hát ez csak olyan pontosan, mint ha látnád, hogy egy nagy döglégy, hát nem olyan nagy, csak ott petézi, nyomja a petéjét belé. Megengednéd? Akkor kérdem tőled, akkor miért vagy ilyen toleráns azok szemben, hogy néha hazudozol, néha lopsz, néha megrészegedel, mint egy albán szabán, meg rágalmazod az atyát, fiat, szidalmazol, beszélsz hülyeségeket. Hát a keresztények megtanulnának a szájukra vigyázni, az Isten országa erővel, hatalommal itt volna közöttünk, állítom nektek, minden Isten tiszteleten csodák történnének. Legnagyobb akadályt az ember nyelvével csinálja. Beszél a hülyeségeket. De miért? Mert a kicsi fullánk milyen nagy dolog. De ez nagyon nagy dolog. Nekünk az életre vagyunk elhívva. A bűn a halál fullánkja. Tehát mit injektál bele a bűnön keresztül az emberbe a bűn? A halál. A halált. Remélem, hogy egy kicsit elvettem a kedveteket a itt karácsony előtt, ne hülyéskedj, ne bambuljál hülye filmeken, hanem szánd oda magad inkább a megszentelődésre, Isten keresésre, mert egy olyan korszakot élünk, amikor nagyon is oda kell vigyázni. Ezt nem én mondom, ez a Biblia emberek. Én nem mondhatok más, nem is fogok mondani más. És Kain laza volt, mint a nyuszika, de nagyon nagy árat fizetett értem. A bűnnel nem lehet laza. Mondjad el a szomszédodnak, a bűnnel nem lehet laza. A bűn, keres egy másik szomszédodat, csak lazán, nyugodtan, nem vagy, itt szabad beszélni, még fütyülni is szabad, amíg prédikálok, ne törődjél. A bűnnel nem lehet laza. Mert a bűn fullánkja, a bűn a halál fullánkja. És Kain nem harcolta meg, és nagyon nagy árat fizetett. Volt egy másik ember, úgy hívták, hogy Saul. Elmegy Sámuel Saulhoz, és azt mondja neki. Sámuel. És mondta Sámuel Saulnak, engem küldött el az Úr, hogy királyát tegyelek. Az ő népe felett, Izrael felett. Most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Így szól a seregek ura. Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, amikor feljöve Egyiptomból. Most azért menj el, és verd meg az Amáleket, és pusztítsd el mindenét, ne kedvezz neki, hanem öld meg mind férfit, mind asszonyt, mind gyermeket, mind csecsemőt, mind ökröt, mind juhot, mind tevét, mind szamarat. Összehívja Saul a népet, és megszámlálja őket Télaimba, és 200 000 gyalogos, és Judából 10 000 ember. Bízom abban, hogy észrevettétek, hogy Sámuel proféta kihangsúlyoz valamit. Saul,
Téged azért kent fel az Isten, mert van egy nagy küldetésed. Az életed küldetése. Mondjuk együtt, az életem küldetése. Az életünknek van egy küldetése, mindannyiunknak. Tudod, mi az életünk küldetése? Hogy harcoljunk az ördög ellen, mert a rabló, Amálek az azt jelenti, egy rabló nép volt, és ez a mi életünk küldetése, hogy harcoljunk a rabló ellen. Ezt, ha az ember felfogott, hogy igazából ez a földi pályafutásodnak a célja, hogy harcolj azért, hogy az ördög ne tudjon rabolni az életedből, ne tudjon rabolni a gyermekeid életéből, a családod életéből. Ez a mi dolgunk. Azt mondja, ezért kentelek fel. Van egy szent küldetésed. Persze, nem csak ez a küldetés a kereszténynek, nehogy félreértést tegyen, de ez egy fontos küldetésünk. Erre mondja az Új Szövetség, hogy minden, nekünk is van. Mit csinál, mondja a Biblia, hogy az ördög szelte jár, keresvény, hogy kit nyeljen el. De mit csináljatok? Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Meg látjátok, az Új Szövetségben minden ilyen ószövetségi igazságra megvan az aktualitás. Hogy kell viselkedni az ördöggel szembe? Ellenállok. Mi ez? Ez egy harc. És mi lesz? Elfut. Mondhatod neki, hogy távozz tőlem, sátán. Például, amikor a depresszió környékezett egy senki semmi, vagy még az se, karácsonyban ez egy nagy probléma, akkor mit kell neki mondani? Távozz tőlem, te depresszió, sátán, menj le rólam az Úr Jézus nevében. Lemész rólam, alkalmatlanságérzés, lemész rólam, depresszió, lemész rólam, csüggedés, lemész rólam. Hát nem azért van a karácsony, hogy egyedül depressziózzál otthon. De ez egy ilyen időszak. Ilyenkor harcolni kell. Jön az ördög, de mit csinálsz? Állj ellene. És nem akarlak elkeseredni, de ha te nem állsz ellene, helyetted senki nem tud ellenállni. Én se tudok, senki nem tud. Ezt neked kell megtenned. Meg ember, ha te ellene lehet állni, mert olyan kegyelemben van részünk, és van részünk, hogy ellene tudunk állni. Ez is egy kegyelem. Erre azt látjuk, hogy Saul mit csinál? Mondja az ige, hogy Saul és az ő nép azonban megkímélte Agágot, és a juhoknak, barmoknak, másodszülöttét, stb. Saul nem fogta fel, hogy az élete küldetése. És mit csinált? Megkímélte. Szeretném elmondani, hogy az nagyon veszélyes dolog, amikor az ember nem áll ellene, nem üzen hadat az ördögnek. Azt mondja erre Isten rögtön, megbántam, hogy Sault királlyá tettem. Nem értette meg az egészet. Az egész elhívását erről építettem. Hidd el, az üdvösség és a keresztény életednek akkor van értelme, és csak annyiban van értelme, ha ördög ellen harcoló ember vagy. És harcolók vagyok. Ámen. Csak a kereszténységnek más értelme nincsen, csak azért, hogy ne otthon üljek, hanem egy karácsonyfa alatt, vagy a karácsonyfa mellett, teljesen mindegy akkor. Az az elhívásod, hogy harcolj az ördöggel szembe. Állj ellen az ördögnek, és elfut. Mondjad el a szomszédodnak. Állj ellen az ördögnek, és elfut. Állj ellen az ördögnek, és elfut. Ne azt várjátok, hogy megtérjen az ördög. Ne azt várjátok, hogy majd egyszer, majd ő jó belátásra bírod. Nem, harcolni kell ellene. Tudjátok, mi a furcsa? Hogy ez a toleráns ember, nagyon toleráns volt. Saul úgy volt vele, jó, de az épp annyira, ne vigyük túlzásba. Úgy harcolgatott. És nagyon toleráns volt Agággal szemben. De valakivel szemben viszont nagyon intoleráns volt. Tudjátok, ki volt az? Dávid. Nem furcsa? Agággal szemben toleráns volt, Dáviddal szembe pedig egész életébe üldözte. És az az én nagyon nagy igazság ebben az igéből, hogy az az ember, azok a keresztények, akik nem harcolnak az ördöggel, azok harcolnak a testvéreikkel.
És most szeretnének kérni téged, őszintén nézz az Isten igének a tükrébe. Ha konfliktusban vagy emberekkel, kérlek téged, mielőtt megköveznél bárkit is, és engem is, gondolkozz azon, vajon nem az az oka a konfliktusodnak, hogy toleráns vagy az ördöggel? Mert látjuk, hogy ami Saul, ha Dáviddal ilyen toleráns lett volna, jól járt volna, de egész életében ellensége volt, és halálra kereste az Isten kedvencét és a kedves gyermekét. Miért? Mert Agággal meg toleráns volt. Ha bűnnel szemben toleráns az ember, az Isten Istennek a kedvenc gyermekeivel viszont agresszív lesz, és rágalmazni és szidalmazni fogja. A legnagyobb ellenség az Isten népének, tudod ki? A laza keresztények, nem a világ. A világ nem foglalkozik. Azt mondja, hogy hülye volt eddig, és az is most is az, hogy ennyi. Nálam az ennyi, le van zárva egy mondat. De aki egy olyan keresztény, aki a bűnt is szereti, annak számára te vagy a tájába. Ezért kérlek téged, nagyon gondolkozz el. Vizsgáld meg a kapcsolatrendszeredet. És legyél toleráns a testvéreidhez, és legyél erőteljesen elkötelezett a bűnnel szembe, és állj ellen az ördögnek. És elfut. Állj ellen a depressziónak, a csüggedésnek, az indulatoskodásnak, a bűnöknek, és például a türelmetlenségnek is ellene kell állni. És akkor már mindjárt könnyebb tűrni a testvéreknek. Eljutottunk pedig a harmadik nagy hősünkhöz, akiről szeretnék ma beszélni. Igazából eddig csak bevezettem. Azt szerettem volna, meggyőzzelek, remélem meg is győztelek, hogy tényleg harcos embereknek kell legyünk. Van, akit meggyőztem erről ma? Érzed, tényleg? Na, akkor csak nem hiába kiabálok itt össze-vissza. Akkor szeretnék egy nagyon pozitív szeméről beszélni, aki meg ezt nagyon jól tudta. Káleb volt ez a személy. Ritkán beszélünk Kálebről. Józsué 14, 6. versétől olvassuk fel az ígét. Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgába, és mondta neki a kenizeus Káleb, Jefuné fia, te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt vala az Úr Mózes, az Isten emberének én felőlem, és te felőled Kádes Barneában. 40 esztendős valék én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgálja Kádes Barneából, hogy kikémleljem a földet, úgy hoztam neki hírt, amint az én szívembe vala. Atyám fiai pedig, akik feljöttek vala velem, elremíték a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküvék Mózes azon a napon mondván, bizony az a föld, amelyet megtaposott a te lábad, tiéd lesz örökségül, a te fiaid mindörökké, mivel hogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. Most pedig ími megtartott engem az Úr az életben, amint szólott vala, most 45 esztendeje, amióta szólott vala az Úr e dolgokról Mózesnek, ami alatt Izrael a pusztába bolyongott vala, és most ími 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, mint amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz, a járásra, a kelésre. Most azért add nekem ezt a hegyet, amelyről szólt vala az Úr azon a napon, mert magad is hallottad azon a napon, hogy anákok vannak ott, és nagy, erősített városok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amit megmondotta az Úr. Ámen. Egyik legkedvencem történetem a Bibliából. Hiszem, hogy ez sokunk számára nagy kijelentés a mai napon. Hogyha kérlek, hogy nézd a szomszédodnak, és mondd meg, hogy az Úrnak van egy nagy szava ma hozzád. Keresd meg a másik szomszédodat, és neki is mondd meg, hogy Istennek van ma szava hozzád. Ha aluszik, akkor kedvesen mondd meg, halkan mondjad a fülébe, hogy ébredj fel. Egy énekelj neki egy csendesét, hogy ébredjen fel. Káleb az az ember, aki az előző említett példákkal ellentétben rendkívül pontosan megragadta és megértette a harc lényegét. Ő az az egyike az Izraelből a két embernek az egyike, aki megértette, hogy milyen nagy súlya és jelentősége van a harcnak, és hogy nem lehet toleránson kezelni a dolgokat. Együtt voltak elküldve az Izrael földjének a megkémlelésére. És azt mondja az ige, mondja ő, hogy én
Úgy hoztam a hírt, amint az én szívembe vala. És már rá is, meg is értünk egy érdekességet. Hogy Káleb együtt volt a többi 12 emberrel, ugyanabban az életszituációban voltak, ők teljesen másképp látták a dolgokat, Káleb és Józsué meg teljesen másképp. Tudod miért? Más volt a szíve. Amilyen a szíved, úgy látod a dolgokat. A szíved állapota dönti el a dolgokat. A szíved állapota dönti el, hogy szíves ember leszel. A szíved állapota dönti el, hogy hosszan fogsz élni. Hogy sikeres ember leszel. A szíved állapota dönti el, hogy jó harcos leszel, vagy nem. Ez nem a te fizikai képességed, nem az okosságunk, hanem a szívünk állapota. Talán egy vagy két hónappal ezelőtt beszéltünk a gyülekezetben a szív tehermentesítéséről, ha még emlékeztek. Ezért rendkívül fontos, hogy egészséges szívünk legyen. Mit mond az ige Izraelről? Az abcselben mondja talán István, hogy az ő szívük Egyiptom felé volt fordulva, egész pusztai vándorlás alatt. Nem tudsz úgy előre menni, hogyha a szíved hátra van fordulva. Ahova van beirányozva a szíved, ott fogsz jutni. Ha mennyi orientált szívű ember vagy, akkor a mennybe fogsz jutni. Akkor nem érdekel téged a harc. Kinek mi a véleménye, ki mit mond rólad. De tudod, hogy honnan jössz és hova mész. És Kain ilyen ember volt. Ő a harc embere volt. Miért? Mert a szíve tisztán követte az Urat. Azt mondja, hogy én egyenesen követtem az Urat. Az egy szívemnek a tisztaságában. Miért mondja Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten? És az erős szellemet újítsd meg. Látjátok? A szív tisztasága összefügg az erőssel, az erővel. Ha tiszta a szíved, Istennek az ereje jön rád. Tiszta szíved, Istennek az ereje jön rád. Ha tiszta szíved, Istennek az ereje jön rád. Addig mond, amíg elhiszed. Ha tiszta szíved, az Istennek az ereje jön rád. És érzed, hó. Mit mond a Biblia Mózesről? Erős szívű volt. Ez a titka annak, hogy az ember győztes ember legyen. Hogy a szíve tiszta legyen, az Úrban és egyenes. Minden salakot, minden hülyeséget dobják ki onnan, és tiszta szívvel. Miért? Mert a szívünk dönti el, hogy beszélünk. Tiszta szívű ember tiszta beszédeket mond. Mondják, hogy hallottad, hogy ez mit és mit mondott rólad? Hát persze, hogy mit, megmondom neked. Jó ember, tudod, mit fog mondani rólad? A jót. Mert minden embernek van jó oldala, és van rossz is. Lehet, hogy van itt olyan, akinek csak jó oldala van, bocsánat, nem akarta megsérteni, de úgy általában véve rajtunk, nekünk van jó oldalunk és rossz. Na most egy jó ember, akinek a szíve jó, tudod, mit csinál? Tiszta. A jó oldalaidat kezdi sorolni. És azt mondja a Filippi 4:8-ban, az mondja, hogy ha van valami erény, valami van. Nem van sok, de valami van. Egy rossz ember pedig, ha egy hibád van, az biztos, hogy el fogja mondani 10-szer. És már úgy hazzik, mint a 10 hibád volna. Ne hidd már annyira el az embereknek a bántását. Ne vedd annyira szívre, ha téged bántanak. A jó ember jót fog mondani rólad. A rossz ember rosszat fog mondani rólad. Mert nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt. Jó gyümölcsöt. Minden ember a szája árulja el, hogy milyen a szíve. Kain teljesen másképp beszélt, mint a többiek. Mondták a többi, nem lehet. Ja, láttunk akkora óriásokat, mint a hegy akkora volt. Hát hozzájuk képes, mi sáskák voltunk. Nem érdekes, Kain ugyanott volt. Ő is látta. De ő nem azt mondta, hogy hát, akkorák voltak, hanem azt mondta, hogy ha az Úr velünk lesz, úgy bevesszük őket, mint csaknak. Azt pontosabban így fogalmaz, ha az Úr kedvét leli bennünk. Más szóval, jár kedvébe az Istennek. Te azon gondolkoztál, hogy kell azt csinálni?
Most jön a karácsony, mindenkinek írod a hülye képmutató levelet, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, stb. Mert ez a divat. Egy ilyen hülye divat világban élünk. Hát legtöbbnek vele hülyeség és hazugság. Valamennyi. Hát miért? Hát a világosok éhen halnának, akkor nem volna ez a hazugság világa. Hát miért? Halottak napján szerintetek mindenki jó szívvel vissza a sírjukra? Egész életében szittes, akkor meg legtöbbi virág alatt temetőt, hogy szakad le, jó nem esik a fejébe a sok virág. Azért nem visznek cserepes virágot. És míg élt, addig nem szerették. Hát akkor... De azon gondolkoztál, hogy jár kedvébe az élő Istennek? Azt mondja, jó, Káleb, tudod, mi a siker titka? Hogyha az Úr kedvébe járunk. Ha az Úr fog gyönyörködni bennünk, akkor olyan nincs, hogy nem győzünk. Az nem is variáns. Nem is létezhet. Jár kedvébe az Úrnak. Mond, Uram, én a kedvedbe akarok járni. Mit szeretnél te tőlem? Én megcsinálom. Azt mondja az Úr, fú, ez tetszik nekem. Akkor neked adom. Mert az Úrja a föld és annak teljessége. Annak adja, akinek akarja. Senkit nem akarta megbántani. Tudom, hogy vannak, akik tiszta jó szívvel járnak november 1-én a temetőben. Nem azokat akarta megbántani. Csak mondom, egy barátom mondta, akinek temetkezési vállaltam, és azt mondja, képzeld el, 10 halottból 6-7-nél, mikor megyek ki a koporsóért, be van téve a vénasszony az utolsó sarokba, és veszekednek az örökség miatt. Azt se tudják, hol a halott, csak azt keres mindenki, hogy innen összeszedni. Egy borzasztó troger világban élünk emberek. Erről beszélek. Hogy ebből kell elszakadni, nekünk egymást kell értékelni, az élőket kell tisztelni, persze a halottakat is, de elsősorban, amíg itt van valaki, addig én ezt akarom. Nem a halottakat akarom bántani, hanem az élőket kellene értékelni, és nem azután értékelni, miután már elment, hogy te, hát hol lesznek a legjobb férfiak, legjobb férj és legjobb édesapa az emberből? Hát a temetésen. Nem figyeltetek? Addig mondja, hülye, ez. És akkor megmondják, a legjobb férj, az úgy, a legjobb férj, legjobb szomszéd, legjobb sógor, legjobb apu, mindenkiből a legjobb, nagyon, mindenkiből a legjobb lett. Ezért meg kellett halljon. Nem, Jézus Krisztus elég, ha meghalt, hogy legyél a legjobb. Na, ez csak egy zárójel volt, nem tudom, hogy keveredtem ide belé, de mindegy. A lényeg, amit akartam nektek mondani, hogy azt mondja Káleb, hogy ha az Istennek kedvét leli bennünk, ha sikerül megszeretnénk az Istennek a támogatását, akkor győzni fogunk. Ez a győzelem titka. Második dolog, amit látunk, hogy ugyanabban a helyzetben a szívében megharcolta a félelemmel. Nem, gondolját, tudjátok, körülbelül 30 méteresek lehettek, 30 métertől, 3 métertől 30 méteresig körülbelüli méretük az óriásoknak. Tehát azért gondold el, hogy 3 méteres volt a kisebbik, és a nagyobbik akkora volt körülbelül, mint egy 10 emeletes blokk. Szóval azzal szemben nem csoda, hogy féltek az emberek. Csak Káleb tudta, hogy az az Isten, akit ő képvisel, az ennél sokkal nagyobb. Azt mondja Dávid, hogy ha félnem kellene is, én benned bízok. Én nem mondom, hogy nincs mitől féljél, hanem én azt mondom, hogy van, kibe bízzál. Van egy olyan Isten, akibe bízhatsz, ki nem fog cserbe hagyni, még ha óriásokkal kell küzdjél, akkor sem. Nézzétek meg, milyen tanulságos pillanat történt Mózes Káleb életébe. És Mózes azon a napon, amikor visszajött, azt mondta, bizony, a föld, amelyet megtapodott a te lábad, az a tiéd lesz örökségül, a te fiaidé mind örökké. Ez csak azoknak, akiknek probléma, hogy Izrael miért van ott, miért nem. Ez azért van ott, mert megmondta az Úr nekik, hogy ott lesz, és még Mózes is. És Mózes, abban a nagy kalamájka, ami volt, tudjátok, akkor az emberek fellázadtak Mózes ellen, mondták, le akarunk váltani, stb. Nagyon nagy balé volt. De ekkor Mózes időt szakított arra, hogy Kálebet megáldja. Azt mondja, Káleb, gyere félre, neked mondjak valamit. Mindenki lázadott, de azt mondta Káleb, azért, mert te tökéletesen követed az Urat, ezért a lábad, amit megérintett, az a tiéd lesz,
és a te fiaid mindörökké. Ilyen nagy erő van a beszédben, az Isten embereinek a beszédében, és a tiédben is nagyon nagy erő van. Ezért fontos, hogy az áldással éljél. Áldjad a gyermekedet, mert amit mondasz, az meg lesz, amit mondasz. Áldjad két kézzel, gazdag legyél, áldott legyél, Isten embere legyél, egészséges legyél, győztes legyél. Isten őrizzen téged. Apák, anyák, reggel, délbe, este, ahányszor csak bízd, mindig ezt csináljad. Óriási dolog. A világ nem érti, és a mai pedagógus rendszer úgy, ahogy van, egy csőttömeg. Bebuktak úgy, ahogy van az egészen. De mi legalább maradjunk normálisak. Ne csak incsed, szeressed a gyermekedet. Ágyad, férj, ágyad azt a feleséged. Egyszer csak megfogja. Lehet, hogy első fordulóra nem. 40 évet, 45 évet várt, amíg megfogta azt az áldást. De összejött. Nem tudom, hány évet kell várjál, de megjön. Ágyad, 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 ágyad a férjedet, a feleségedet. Minden nagyobb áldásra van szükség, ágyad. Mert ha nem, akkor könnyen az atyai és az anyai örökség kezd működni benne. És ha nem szeretnéd, hogy a feleséged úgy nézzen ki, mint anyósod, akkor jobb, ha áldod. Hát mégis, hogy nézzen ki öreg korára? Pont rá fog hasonlítani. Kivéve, ha megáldod. Ábrahám áldásával. Az Ábrahám áldása le tudja seperni anyósod áldását róla. Jézus megszabadított bennünket, megváltott bennünket atyánktól örökölt hiába való természetből. Dicsőség az Úrnak. És nézzétek még, mit mond Káleb. És most pedig, íme megtartott engem az Úr életbe. Most 45 esztendeje. Azért érdekes ez a beszélgetés, mert két olyan ember beszélget, akik egyedül ők ketten élték túl ezt a nagy tragédiát. 45 év után, azt mondja, emlékszel Józsué? Megtartott az Úr engem is. 45 éve. Dicsőség az Úrnak. Tudod, ki a te megtartod? Az Úr. Az Úr a te megtartod. Mondjad hangosan, az Úr az én megtartom. Isten képes téged megtartani. És azért mondtam, hogy ma lesz egy különleges üzenetem, mert most jutottunk el oda. A 40 és a 45 év közötti időszak minden ember számára kritikus. A hölgyek észreveszik, hogy a tükrük elbehomályosodott. És össze-vissza mutat dolgokat. Nem kellett cserélni te a tükröt? Akkor még rosszabbat fog mutatni. Nem a tükörrel van baj, hanem a 40 év után megjelennek a testen olyan jellek, amire nem örül az ember. Férfiak legalább úgy szenvednek, hogy már nem az a nagy menő, már a fehér ló már rég megkehesedett. Nem az, amire számított. Legtöbb ember és a világban különösen nagy gond krízisbe kerül ebben a korban. De nem így volt Káleb. Nem azt mondta, hogy te, borzasztó volt ez a 45 év. Most érzem. Miért? Mert a harcot választotta. És nem. Tényleg nagyon sok ember számára tragédia volt a 40 év. Mert ott lelték a temetőjüket. Ott hultak el. De volt Káleb, aki értette a harcot, és számára az idő nem okozott tragédiát. Én azt nem ígérem meg, hogy nem fog rajtad látszani az idő, de szeretnék mondani nektek valamit. Ha az Ószövetségben Isten ereje Kaint így meg tudta erősíteni, miért ne tudna téged így megerősíteni az Úr? Azt mondja, 45 éven át megtartott az Úr. Vagyis Káleb volt, de ez már akkor már 85 éves volt. Tehát 40-től nem a hanyatlás jött az életére, nem a nyomorúság, nem egy nyűg volt a családja számára, hanem egy áldás. Tudod miért? Mert a harcot választotta, és győzött. Válaszd a harcot, és győzni fog. És hogyha a 40-es éveidben vagy, ne keseredj el, ne arra készülj, hogy na most ennyi volt, elhervadtak a virágok, most lehullnak, kész, már nem néznek urám, nem nézem már senki úgy. Pontosan jó helyen vagy. Még a java ezután van.
Még lehet az életednek csodálatos korszaka, hogyha a harcot választod. Ne a szellemi nyugdíjt választ, ne a pihenést választ, ne a megalkovást választ. Már csinálják, én már megöregedtem. De hogy öregedtél meg? Tudod, ki van megöregedve, aki lemond, aki a harcon lemond, az már tényleg megöregedett. De azután veszélyes jön. És bizonságot tesz, és a következő bizonságot szeretném, hogyha ma az Úr ereje rád szállna, és elfogadnád, mint Istennek az akaratát a te életedre. Így mondja Káleb, még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam. Dicsőség az Úrnak. Még ma is olyan erős vagyok, mint azon a napon voltam. Most is olyan az erőm a harcoláshoz és a járásra és a kelésre. Dicsőség az Úrnak. Szeretnéd ezt? Hát kérdem tőletek, hogyha az Ószövetségben ilyen jó, azt mondja a Biblia, az Új Szövetség jobb szövetség. Miért ne lehetne ilyen a te életed? Hát miért ne az elmúlásra készül, ha már 50 felé tartasz, vagy 45-öt már eltöltötted, hanem az vár, a harc vár. Akkor küldték el harcba, mert a harcot választotta, győzött. És mi várt rá? Egy csodálatos jövő. Isten akar használni. Ne légy a naptárodnak a rabszolgája. Hol vannak azok a drága, szép idők? Mikor fiatalok voltunk, milyen világ volt? Eltelt. Most pedig azt mondja neked az Úr, hogyha Isten harcát választod, akkor 85 évesen is lehetsz ugyanolyan erős a harca és a kelésre, mint 45 évvel ezelőtt. Hát ha Kálebnek sikerült, miért ne sikerülhetne neked is? Hát látom, hogy ez már többeteknek tetszik. De remélem is, hogy megjön a kedved. Mert az egyik nagy probléma a nemzetünkben, nemzeti probléma a depresszió és a csüggedés. Olyanról is tudok, aki 70 éves korában elment a jedi temetőbe és befeküdt a kriptába, nézze meg, hogy belefér majd. Másról meg hallottam olyant, hogy nem is olyan rég mondtam, hogy melyik terítőt adj terítségbe, hogy ne fázom majd. Furcsa világ van, de az embereknek a mentalitásában az van benne, hogy készüljünk fel, minél hamarabb el kell mennél a földről. Te készülj fel arra, hogy neked még nagy harcod van. Harcod meg a hitnek szép és nemes harcát. Ezt választ. Ne az elmúlásra készülj. Ne a visszavonulásra készülj. És hát miért ne? Nem ugyanaz a Szent Szellem van benned, aki volt Kálebben? Nem a szent, mit mond a Biblia? Hogy nem a félelem szellemét vettük, hanem a józanságnak, a hitnek és az erőnek a szellemét. Erőnek a szellemét. Isten ereje, amikor betölt, a sejteid megújulnak, és azt mondja az ige a 95. Zsoltárban, megújul a te ifjúságot, mint a sasé. Megújul az ifjúságod, mint a sasi? Hát azért nézzetek meg, van egy néhány jó példa. Sokan nézzetek a 700-asok klubját, a Petrobelson valahol a 85 év körül van, teljesen normális, nem egy szenilis vénember, akit el kell dugni, hogy nehogy valaki meglássa. Teljesen józan, komoly elemzéseket tart most is, imádkozik betegekért, Isten erre meggyógyítja őket. Használja az Isten. Így is élheted az életed. Merli Hiki 86 éves, és most volt Indiában nemrég írta, hogy élete legnagyobb evangelizációját az idén tartotta. 86 évesen. Hát mondjuk erre nálunk nem szokás ezt csinálni, de 86 évesen, de be kell vezessük mi is. Nem volna, látjátok, vannak emberek, akik másképp élnek. És megkérdeztem én személyesen is Merli Hikit, hogy szerintem mi a titka, hogy olyan, ő azt mondja, hogy az ige. Rengeteg ígét megtanul kívülről. Olvassa az ígét, amennyit csak tudja. És mondja, és az ígében él. Az ígében erő van. Az ígében éltet. A sejtjeidet, az elmédet megújítja.
Nem törvényszerű az, hogy 80 évesen az ember egy teher legyen, hanem lehet áldás. Igazi harcos az Úrban. Amikor meg eljön a behív, akkor hazamész. És ahogy Jákob felvette a lábát az ágyra, hogy ne kelljen feltegyék majd, megmered az rossz, lefeküdt és elaludt. Ennyi volt. Hát miért nem működne? Hát jobb szövetségnek vagyunk a részesei. Ne félj a haláltól, ne félj a jövőtől, ne a passzivitást várd, ne a meddőséget, ne a visszavonulást, hanem a harcot választ. Kain ezt választotta, Káleb ezt választotta, és megérte. És akkor eljön Káleb Józsuéhoz. 85 éves, csak pontosítok. És akkor mondja neki, Józsué, emlékszel? Ezt ígérte nekem az Úr. És most azért jöttem, hogy add nekem az Anák fiainak a földjét, azt az erősített várost, 85 évesen, mert ha az Úr kedvétleni bennem, akkor ma is be fogom őket venni, és az enyém lesz, és győzni fogok, és áldott leszek, és sikeres leszek. 85 évesen nem a nyugdíjazását kérte, nem azt mondta, te együtt harcoltunk, mert most akkor valamit itt a csendesebben harcoljon, aki akar. Hanem akkor is azt mondta, az erősebbet adjad ide, mert ma is fogok győzni. Mert az Úr jókat tartogat a számomra. Az Úr jót tartogat a számodra. Az Úr jót tartogat a számodra. Az Úr jót tartogat a számodra. De ennek, ebben a korszakban, amiben most élünk, ez a harmadik korszak, harc által kapod meg ezeket, nem ajándékba. Ajándékba kihoz Isten Egyiptomból, de azután már neked és nekem is hozzá kell tenni ahhoz, hogy azok az áldások, amiket Isten ígéje nekünk ad, a miénk legyen. A lábaddal, a bűn ellen kell harcolni, az óember ellen kell harcolni, a szellem kardjával kell, mondja az erős embert meg kell szépen kötözni. Mindenkinek megvan a maga harca, bőven azzal nincsen gond, de harccal kell. Azt mondja az ige, mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. Mindennel. Ebben benne van a jó egészség. Hányan hiszitek jó egészség? Mondjad a szomszédodnak, jó egészséggel ajándékozott meg téged az Úr. Hosszú élettel elégít meg téged. 91. Zsoltár utolsó verse. Hosszú élettel elégít meg téged az Úr. Azt mondja Jézus, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Bővölködéssel is megáldott téged az Úr. Ezt már nem hiszitek annyian, de akkor azért még egyszer elmondjuk, egy kicsit önindítozunk. Bővölködévé tesz téged az Úr minden jóban. Másik szomszédodnak is mondjad, bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. Minden jóban. És mi a feltétele? Te harcold a hit harcát, és Isten neked adja ezeket. A jó, hosszú életet, az egészséget, jó házasság, ez is egy harc eredménye. Az óember megördököli a férj is, meg az asszony is, és csodálatos házasság lesz. Ez a titka jó házasságnak. El kell tagadni az ember önmagát, megfeszít az óembert, és már minden megy, mint a karikacsapás. Ez is nagy harc. De mindennel, azt mondja az ige, mindennel megajándékozott. De ezek az áldások viszont nem kegyelmi ajándékok, mert például a kegyelmi ajándék a Szent Szellem való töltekezés. Tehát kinyitod a szádad, és egyből a Szent Szellem betölt, nem kell megérezni, csak folyik belőled, és már szólsz is nyelveken, ennyi, nem kell erőlködjél, nem kell kiérdemelt, semmi, nem kell tornászta, semmi. De ahhoz, hogy megáldjon az Úr anyagilag, és azok az ígéretek, amik igazából Ábrahámnak, Mózesnek, Izsáknak, Jákobnak és nekünk adattak, hogy a miénkek legyenek, azért már harcolni kell. Dolgozni kell. Erőfeszítést kell tenni. De megéri. És nem csak az áldás éri meg. Maga az a tény, hogy Káleb 85 évesen az áldásért tudott harcolni, már nagy kegyelem volt. Legtöbb már akkor arról szagolt az ibolyát.
Mert nem volt kedvük harcolni, nem is volt esélyük rá, hogy harcoljanak. Neked legyen kedved harcolni. Ne hátrálj meg. Ne légy, ne lankadj meg. Azt mondja a Biblia, a meglankadt kezeket erősítsük meg. Mondjad el a szomszédodnak, ne hátrálj meg. Harcolj az Úrral. Gyere, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy győztes és sikeres emberek legyünk az Úr dicsőségére. Azt mondja az ige, hogy más szellem volt Kálebben, mint az emberekben. Tudod, melyik szellem? A Szent Szellem. Hányan vettétek a Szent Szellemet? Ha még valaki nem töltekedett be Szent Szellem, akkor ne menj haza. Gyere ide, imádkozni fogunk, érted? Hogy vegye te is azt a szellemet, amely téged erőssé, győztessé, sikeressé, áldottá tud tenni. Nem a magunk erejéből, nem a magunk képességéből, de az az Isten, aki megáldott a Kábelt. Kálebed! Téged is megáld! Dicsőség az Úrnak! Kérem, hogy a dicséred ne fáradjon, de jöjjön fel! Megvan írva, hogy futnak, és nem fáradnak el. Hogy ne fáradjanak, fussanak. Titeket pedig kérlek, hogy álljatok fel, és mondjuk közösen egy jó imát. Rázod le magadról, mondjad lefelé, nyomás, vádlás, kárhoztatás, meglankadás, félelem, elhagysz engem, jövőtől való félelem, elhagysz engem, a jövőtől való félelem, óriásoktól való félelem, elhagysz engem, én pedig odaszánom az életemet a harcra. Uram, erősíts meg engem, friss erővel, friss kenettel, friss tűzzel, friss odaszánással, Jézus nevében. Köszönöm neked, hogy mi is a győztes csapathoz tartozhatunk, a te csapatodhoz. Jézus nevében. Amen.